Önök a Garai magazint látják. Köszöntöm nézőinket. Hiába tábor, és hiába telik már el egy hónap az iskola évből, addig nem lesz valaki igazi gara is, amíg le nem teszi a gólyák szentesküjét. Az idei év gólya királya és királynője azt mondta, érdekes élményként élték meg az avató hónapot, de nagyon jó érzés a koronát viselni. A gólyák bemutatkozásával színesedett a nap. A gólyabál előprogramja csak érdekesebbé tette a napot, amiután a kis gadaisok már igazi tagjai lehettek a közösségnek. Estére aztán előkerültek az ünneplők, hogy sor kerülhessen az eskütételre, és természetesen a bulira. Most jött el az a pillanat, hogy hivatalosan is felavatunk titeket, mint iskolánk becses diákjait, amit egy eskü keretében fogtok megtenni, amit Emil fog veletek végigmondani. Ehhez azonban lenne egy apró feladatotok. Tehát gólyák fél lábra, ahogy egy rendes gólyához illik, és tessék elmondani az esküt, mellyel igazi garaissá értek. Én, mint kis gólya, a Garai Gimnázium lelkes tanulója, esküszöm, hogy itteni pályafutásom során, ha nem távozom idejekorán, Minden tudást magamba szívok. Még ha ezért szabadidőmről le is mondok. Az esküvár kötelez, azért biztosan lesz olyan pillanat, amikor minden szavon nem lesz szentírás. A felavatás után persze következhetett a mulatság, mert hát mégiscsak egy ünnepi pillanat ez egy diák életében. Én mióta ide járok, ez a harmadik éven mindenképp, de előtte is tudom, hogy már több éve ez így megy. Hagyományok például, hogy az eskü, akkor, hogy a gólya király, királynő nyitja meg keringőjükkel az egész bált, és rengeteg olyan dolog van, ami már úgymond hagyománnyá vált, holott nem is úgy indult, és mégis több ilyen is van. A feladatok nagy része, amik jól sikerülnek, azok mindig öröklődnek tovább-tovább, viszont az eskün is mindig kicsit csiszolunk, a feladatokon is mindig kicsit csiszolunk, esetleg, hogy viccesebb legyen, kicsit több dolgot kelljen tenniük értük, érte. Szerintem ennek óriási töltése van. Én ott álltam ugyanígy fél lábon, egymás fülét fogva, és egyszerűen annyira jó érzés volt, hogy abban a pillanatban tényleg az iskola összes diákja csak ránk figyelt, és azt várták, hogy na most tényleg ők is igazi garaisták legyenek, innentől már nem kis gólyák, hanem rendes igazi garaisták. Avatónak? Hát megmondom őszintén, sokkal jobb. Tehát nem kell végigjárni ezeket a lépcsőket, sokkal jobb, viszont sokkal több munkával is jár. Gólya király és becses neje, ahogy egy királyi párhoz illik, megnyitotta a bált. Azt mondják, egyáltalán nem voltak bántóak a feladatok, amin át kellett menniük, és nagyon jó érzés számukra, hogy ők lettek a kiválasztottak. Főleg azok jöttek oda hozzám, akik már jóba vagyok, és akkor ilyen viccesed, de azért fárasztó volt nagyon. De vicces, de nem volt megalázva egyáltalán. Kellett mondanunk egy esküt a fél lábon, úgyhogy a párunk fülét kellett fogjunk, az elég fárasztó volt, és hát nagyon befogadóak a felsőbb évesek, és szóval egyből éreztük, hogy most már ide tartozunk. Elment egy hónap, most ez egy jelképes ilyen beavatás, de egyből, hát
hát igen, egy hónap után már lehet érezni, hogy most már befogadtak. Úgy gondoltuk, hogy a másik osztály fog nyerni, és így meglepődtünk. Akartál királynői lenni valaha is? Igen. Akkor ez egy álom? Mondhatjuk úgy is. Jövőre ugyanez meg lesz a akkori golyáka, és akkor mi adjuk majd át ugyanúgy, mint hogy most történt. És miközben a fenséges pár teljesítette protokolláris feladatait, az alattvalók már vígan ropták azzal a büszke tudattal, hogy ők bizony részei egy közösségnek, mely vélhetően soha többé nem engedi el őket. Az iskolai tehetséggondozás része a Tehetségnapok rendezvénysorozata. Az idei esztendő érdekessége volt, hogy nem csak a diákok, hanem a pedagógusok is kirukkoltak. Kenyeresné Papkinga és Bechtel Helmut egy-egy könyve is megjelent, és a szerzők be is mutatták alkotásaikat. A rendezvénysorozat keretein belül került sor a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyre. A 2018-ban 9. alkalommal megrendezett verseny a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki. A lebonyolítást az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő koordinálta. Az idei tehetségnap különleges volt az iskola életében abból a szempontból is, hogy két pedagógus, Kenyeresné Papkinda és Bechtel Helmut kötetét is bemutatták a tanulóknak. Heimann Józsefné igazgató az ünnepség megnyitójában azt mondta, ez a fajta tudományos munka egyfajta példa a diákság előtt, és minden bizonnyal pozitív irányba tereli az adott tanárral alkotott képet. A kiemelt oktatás területén nagyon fontos, hiszen a gyerekektől, diákoktól egyre nagyobb elvárás, hogy ők maguk is kutató munkát végezzenek. Ezt tesszük egyrészt a természettudományok területén a kutatóiskola programunkban, vagy az Út a tudományhoz program keretében, és nagyon fontos, hogy a humán területen és a kollégák kutatómunkát végezzenek, hiszen egyre több helyen követelmény a rangos versenyeken, gondolok itt az országos középiskolai tanulmányi versenyre, magyar irodalomból, magyar nyelvből, történelemből egy projektmunkának a benyújtása, amihez elkerülhetetlen, hogy a diák is kutatómunkát végezzen. A tanár így pedig egy példa a diák számára, példa a kutatásával, segítő példa, hiszen ő maga is nagyon jól tudja, hogy milyen folyamaton kell keresztül menne egy kutatásban, arról nem is nagyon sokszor beszélve, nagyon sokszor segíteni is tud a diákoknak a kutató munka elkészítésében. Bechtel Helmut az irodalomtudományi területén végzett kutatásairól szólva azt mondta, nagyon fontos, hogy egy tanár folyamatosan képezze önmagát, mert az új ismeretek megléte nélkül nem tud korszerű lenni. Azután, miután az ember az egyetemről kijön, akkor újra és újra megfogalmazódik benne az a vágy, hogy szeretné magát tovább képezni, szeretne tudást szerezni különböző területeken, de legfőképpen azon a tudományterületen, amelyben eddig is elmélyedt, és ez volt a célom tulajdonképpen a kutatásaimmal is. Nagyon fontosnak tartom természetesen a személyes fejlődésünk szempontjából is azt, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy újra és újra megismerjünk különböző olyan területeket saját tudományterületünkön, az én esetemben az irodalomtudomány területén, amelyek segítenek abban, hogy fejlődjünk, hogy új ismereteket szerezzünk, gazdagodjunk, és ezáltal tudjuk gazdagítani azokat a diákokat is, akikkel a hétköznapjainkban találkozunk, hiszen a legfontosabb cél az, hogy legyen újra és újra olyan ismeretünk, amivel mi is megújulunk, és ezt az ismeretünket, hogyha tovább tudjuk adni, tudjuk színesíteni az óráinkat, tudjuk továbbadni ezeket a gondolatainkat, amelyeket mi is megismerhettünk, akkor ezáltal lehetőségünk van arra, hogy gazdagítsuk diákjainkat, és segítsük az ő fejlődésüket ezen a területen. Nem csak a pap tanulholtik, hanem a tanár is, és általában amennyire én ismerem a kollégáimat, és az előző kollégáimat, és a tanár kollégáimat is, a tanárok általában mind nagyon jó diákok voltak, kivéve, hogyha nem, de általában szerettek tanulni, és valahogy ez úgy rajtunk marad, hogy az újnak a megismerése, és az az igazság, hogy itt mi mindnyájan tudományt tanítunk, valamilyen tudományt tanítunk, és a tudománynak az a sajátossága, hogy
nem egy biztos tudást közvetít, hanem nincs nyugvó ponton. Tehát pont azt kellene a gyerekeknek megtanítani szerintem, hogy vita van abban, hogy hogyan értelmezzük Arany Jánosnak a Letészem a Lantot című versét, vagy az Ágnes asszonyt, vagy vita lehet abban, hogy Kosztolányi Dezső édesannájában miről hogyan gondolkodunk, hogy melyik éppen a korszaknyitó költemény, melyik a korszakzáró regény, stb. Tehát ezek attól függően, hogy honnan nézzük, már pedig mi most innen a posztmodernből nézzük ezeket a dolgokat, állandóan újraolvasásra van szükség, és új véleményalkotásra ezzel kapcsolatban. Szerintem az irodalomolvasásnak ez az egyik és talán legfontosabb hozadéka, eredménye. Ebben kell kikristályosodjon. Én azt gondolom, hogy Márai, amikor azt mondja, hogy gondold meg, csak az ember olvas, akkor arról beszél, hogy hát emberré kell válni. Tehát nem vagyunk úgy a teremtés koronái egyből, ahogy megszületünk. A teremtés koronájává kell válni, és ebben igenis az emberségben növekedni kell. Lehet, hogy ezek nagy szavak, de ez így van. Akkor is, hogyha kimondjuk, és ha ki nem mondjuk, akkor is. És a mai világunk nem ezt az ideált közvetíti. Nagyon gyakran azzal szembesülünk, hogy ember elembertelenedünk, és szerintem ez is hozzájárul, hogy milyen mintákat közvetítünk a gyerekeknek. Az irodalom az a klasszikus emberi mintáknál marad, még akkor is, hogyha posztmodern irodalom, ami nagyon csúnya világról tart tükröt, de érdemes ebbe a tükörbe néha belenézni, és azt mondani, hogy ennek a szomorúsága, nyomora is mutatja, hogy valami nagy baj van. És akkor vissza kell menni, újra kell kezdeni. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatot a Garaiban a Tudomány hetévén növelte az iskola. Célunk ezzel az, hogy a diákjainknak, akik ide járnak a gimnáziumba, olyan ismeretszerzési lehetőséget kínáljunk, ami kilép a tanóra keretei közül, érdekesebb, más keretek között hallhassanak ismeretterjesztő előadásokat, legyen az akár humán területet érintő, vagy a reál, illetve természettudományokat érintő téma. Így állítottuk össze ennek a hétnek a programját is. A Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyünket pedig idén már 9. éve szervezzük. Célunk ennek az elindításával az volt, még annak idején 2009-ben, hogy egy olyan anyanyelvi versenyt szervezzünk a középiskolás diákoknak, ami egy kicsit rendhagyó. Játékosabb keretek között írjuk ki ezt a versenyt minden évben, ami azt jelenti, hogy itt elsősorban a diákoknak az ötletességére, nyelvi kreativitására épülnek ezek a feladatok. Így történt ez idén is, ugye itt egy kétfordulós, három főből álló csapatversenyről van szó, és kiváló munkákat kaptunk az első fordulóban idén is, úgy, ahogy az korábban is megszokhattuk már a jelentkező csapatoktól. És idén annyiban más a korábbi évekhez az idei versenyünk, hogy mivel Baka István szexuális születésű költőnknek idén ünnepeljük a 70. születési évfordulóját, ezért ebből az alkalomból ennek a versenynek a feladatait is az ő költészetének a téma köré építettük. Célunk az volt, hogy a középiskolás diákok egy kicsit közelebb kerüljenek az ő költészetéhez, jobban megismerjék azt. Nyilván anyanyelvi jellegű feladatokból ágyaztuk ezt a témát. A verseny Jölagarai magazin következő számában számolunk be. Idén is megrendezte a Tolna megyei kormányhivatal azt a kiállítást, mely a tovább tanulni vágyóknak nyújt segítséget. A 20 éve zajló kiállítás sorozaton ezúttal is bemutatkozott a Garai Gimnázium. Mi, mint gimnázium, felsőoktatásra készítünk fel, és hát kiket várunk? Várjuk azokat, akik mindenképpen egy felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, és államilag finanszírozott képzésre szeretnének bejutni. Nagyon sok statisztika lát napvilágot ebben. Szinte minden gimnázium elmondja, hogy milyen jók a felvételi arányai. Mi azzal is büszkélkedhetünk, azon túl, hogy 90%-a a végzősöknek a felsőoktatásban tanul tovább, hogy a 95%-a államilag finanszírozott képzésre jut be, vagyis nem önköltséges képzésre, a kiváló oktatónevelő munkának köszönhetően, és ez pedig nagyon-nagyon fontos a fiatalok számára. Várjuk azokat, akik mindenképpen szeretnének valamilyen tárgyból versenyezni.
szeretik a versenyeket. Az ország különböző verseny típusaiban, nem csak a tanulmányi versenyek népszerűek az intézményben, hanem a művészeti és a sportversenyek is. És természetesen várjuk azokat is, akik mindenképpen egy jó közösséghez akarnak tartozni. Az iskola egy kiváló közösséget alkot, ahol nem csak a délelőtti tanulása fontos, hanem a délutáni programok. Számos tanórán kívüli programunk van. Kiemelném a természettudományos labornak a különböző programjait, ezt is meg lehet itt tekinteni, plusz még délután kutatók éjszakája, tehetségnapok és egyéb iskola csereprogramok. Minden évben egy Erasmus pályázat, angol nyelvű Erasmus pályázat keretében Európa különböző országaiba eljuthatnak a diákok. Természetesen a határtalanul pályázat keretében a partneriskolákkal együtt, pedig a határon túli magyar intézményekkel dolgozunk szorosan együtt. Kiket várunk még? Várjuk azokat, akik nagyon jó körülmények között szeretnének tanulni. Én azt gondolom, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy az ország legjobban, egyik legjobban felszerelt intézményében vagyunk, hiszen mind a tanulásra rendelkezésre, a legmodernebb digitális oktatásra rendelkezésre állnak az eszközök, valamennyi termünk alkalmas a digitális oktatásra. Ugye a laborunkat emelném ki, amelyben pedig olyan kísérleteket tudnak elvégezni, amelyek elengedhetetlenek egy orvosi képzéshez, vagy egy bármilyen egyéb fizikusi képzéshez. Ezen túlmenően most átadott udvarunk, sportudvarunk, szabadidőparkkal, legújabb kosárlabdapályával, azt hiszem, hogy a tanórán kívüli kikapcsolódást is szolgálja. És kiket várunk még? Várjuk meg azokat is összességében, akik a tanuláson kívül egy jó közösségihez tartozást fontosnak tartják. A gimnázium ismét elnyerte a Tempusz közalapítvány támogatását újabb Erasmus Plus program pályázatához, melynek címe a nyelvek varázslatos szerepe. A partnerségben a Garai gimnázium mellett spanyol, lengyel, olasz középiskolák 2 éven át működnek majd együtt, hogy kivitelezzék a projekt tevékenységeit. A program fő tartalma tantárgyi koncentráció az idegen nyelvi órákon. Ezen belül történelem, irodalom, biológia és földrajz tantárgyak néhány elemét beillesztik a tanórákba szaktanári egyeztetéssel. A digitális applikáció segítségével motiválják a tanulókat. A tanulákról készült videókat pedig feltöltik a YouTube-ra. A pályázat első lépéseként 3 tanár vett részt a spanyolországi Granadában és Santa Fe-ban egy egyhetes tréningen, ahol elsajátították és kipróbálták néhány digitális applikációt, és megfigyelhették, hogyan használják ezeket a spanyol kollégáik. A projekt koordinátora a Szekszárdi Garai Gimnázium, a támogatás összege 100 ezer euró. Ismét lezajlott az Egy óra belülünk című program, melynek keretében az iskola diákjainak és felkészítő tanárainak közös produkcióit hallgathatták meg. Az ez célja a komoly zene megszerettetése és ismertebbé tétele. A programot a Tornatáj Televízió teljes egészében rögzítette, és a karácsonyi időszakában műsorra tűzi. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!